Egészségügyi szűrésekkel várták az érdeklődőket a kórház dolgozói a Nyíregyházi Állatpark előtt a Szívvilágnapja alkalmából. A helyszín megválasztása arra szolgált, hogy lehetőleg a családokhoz is eljusson az az üzenet, miszerint szívünk egészsége rendkívül fontos, és érdemben tehetünk az érrendszeri betegségek kialakulása ellen. Ennek a programnak az alapvető célja a figyelemfelhívás. A figyelemfelhívás a szív- és érrendszeri betegségekre, mert sajnos még mindig világban is és Magyarországon is a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a vezető halálokat. Sajnos Magyarországon is évente többen halnak meg szív- és érrendszeri betegségben, mint az összes egyéb betegségben. Összesen. Ez mind annak ellenére, hogy hihetetlen sokat fejlődött az egészségügyi ellátás, ma már nagyon sok beteg életét megmentjük szívkatéterezéssel, különböző szívritmus szabályozók beültetésével. De a legjobb kezelés az, ha ki sem alakul a betegség. Ezért vagyunk ma itt, erre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy ha törődnek önmagukkal, sikerül megelőzni a betegségeket, akkor nem kell eljutni a kezelés fázisába az intézménybe, vagy késleltetjük az adott betegség kialakulását. Ennek sokszor nagyon egyszerű eszközei vannak. Mégpedig az, hogy rendszeresen mérjük a vérnyomásunkat. Erre itt ma sor kerül. Mérjük a vércukorszintünket. A háziorvosi rendszeren keresztül rendszeresen megmérjük a vérzsír szintjeinket, a koleszterin szintjeiket, és alapvetően egészséges életmódot folytanunk, amelyik az egyik legfontosabb alapja a futás, a mozgás, a sétálás. Mert ma magas evidenciú tények igazolják, hogy a rendszeres mozgással a vérnyomás tud csökkenni, sőt, akár normalizálódni is, a vércukorszint is tud csökkenni, akár normalizálódni is. Ezért a mai napnak ezek a kulcsmozzanati, ezeket fogjuk mi is itt végezni, vérnyomást mérünk, vércukorszintet mérünk, vérzsírt mérünk, és tanácsot adunk a hozzánk fordulóknak, mert ezekkel az életmódi tanácsokkal jelentős mértékben lehet csökkenteni ezeknek a betegségeknek a kialakulását, vagy ha pedig már ki is alakult a betegség, a megfelelő gyógyszeres kezelés mellett együttesen az elmondottakkal sikerrel tudjuk kezelni ezeket a betegségeket. Az ilyenkor rutinszerű vizsgálatokon kívül, mint vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, helyet kapott a pszichológiai tanácsadás is. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában szerepet játszhat a mindennapi stressz, illetve néhány pszichológiai kórkép is mutathat a szívproblémához hasonlatos tüneteket. Tulajdonképpen a szorongásos állapotok, a stressz az ugye mindennapjainknak a része, de a stressznek van egy negatív megélése is, ami a szervezetünk működésére károsan hat. Ez megjelenhet magas vérnyomásban, érrendszeri betegségekben, hosszú távon akár a szívinfarktus vagy különböző szívbetegségek, szívritmuszavarok kialakulásában is nagy szerepet játszhat. Ugyanakkor emellett a hangulatzavaroknak is van egy olyan szerepe, hogy aki valamilyen hangulatzavarban, például depresszióban szenved, esetleg kevesebbet tesz az egészségére a megelőzés szintjén, vagy hogyha már probléma van, előfordul, hogy ritkábban kér segítséget, nem fogadja el úgy a kezelést. És ebben szeretnénk segíteni, hogy kiszűrjük ezeket az állapotokat, és a megfelelő terápiás javaslattal éljünk. A halálozások 49%-át szív- és érrendszeri betegségek okozzák, emiatt 2019-ben mintegy 64 ezer ember hunyt el Magyarországon. A hazai lakosság 30%-a magas vérnyomástól szenved, illetve átlagosan évente 22 ezeren kapnak infarktust, míg további 2 ezeren agyvérzést. A szakemberek megegyeznek abban, hogy sokat tehetünk egészségünkért mozgással, tudatos táplálkozással és azzal, hogy részt veszünk az ehhez hasonlatos szűrővizsgálatokon. Volt magas vérnyomásom, aztán a diéta teljesen helyrehozta, úgyhogy 150, ugye 100 és 120 is volt a per. És azt mondták, diétázok, és diéta teljesen rendbe tettem. Most 140, ugye 90 és 80, minden helyre jött. A sorban állók között kicsivel a kezdés után már sikerült kiszűrni egy urat, akinél 205-ös vérnyomás értéket mértek, őt a kórház dolgozói azonnal ellátták, és tanácsot kapott a további kezelést illetően.